Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában szó lesz egy világbajnok nyíregyházi kutyáról, a tokai születi napokról és a kutatók éjszakájáról. A műsorunk igazán mesés lesz, ellátogatunk majd a Népmese napi alkalmából tartott egyik rendezvényre. Először viszont a harmadik őszi mese egyetemről következik egy összefoglaló. A tanítás súlya alatt ez is egy érdekesség. Nem könnyű mesterség a mesevágás. A tanítás súly alatt össze volt menve. Aki mesével veszi körbe magát, az megtanul figyelni a másikra. Tapintatosnak lenni, hogy körülbelül annyit mondjon, s olyant, amit a másik elviselni tud. Amúgy meg aki a gyermekeit úgy altatja el, hogy mindig mesét mond, ölébe veszi a fejét, a világ legszebb szövetségét köti meg. Ez egy olyan szeretett nyelv, amit kár kihagyni. Egy életre szól. Szebb emlékeink lesznek szüleinkről, hogyha esti mesék alkalmával a szívükig beleláttunk, mint hogyha legkedvesebb szavak közt, simogatások közt bekapcsolja a tévét, és arra alszunk el. A kettő közt a különbség ég és föld. Idén harmadik alkalommal rendezték meg az Őszi Mese Egyetem című előadás sorozatot a Nyíregyházi Egyetemen. Az ingyenesen látogatható szakmai konferenciára évről évre rangos előadókat hívnak meg. Ezúttal is köztük volt Berec András, Kossuth díjas előadó művész. Nem tudom, hány mesét tudok, mint ahogy a cipés se tudja, hogy hány szerszáma van. Ráadásul egyre több mindig, régebbieket felejtek, újak jönnek, úgyhogy én nem tudom, hogy mennyi van. Nem vagyok jó számadó, nem írom le őket, de annyi van, hogyha engem valaki felrúg hajnalba, egy napon át, s még éjfélibe mondaná. Ha főszednénk itt, kőhelyet padló volna. Itt tüzet gyújtanánk, szalonnát sütnénk itt az aulába. Aki kibírja mellettem, holnap reggel még mesével kísérném haza. És honnan gyűjt új meséket? Honnan? Mindenhonnan, össze-vissza. Ma már ilyen teljes meséket nem is annyira gyűjtök, de nagyon jól beszélni tudó emberek kifejezéseit. Egy-egy szövegrészt beillesztek a meséimbe. Ez az én gyűjtésem. Az az érdekes, hogy ha valaki azt mondaná, így hétköznapos rendezvényen, hogy mesét mond az a kopasz. Hát az körülbelül olyan, mint a fenéken rúgnák az embereket, gyönyörűen elszaladna mindenki. De ha anélkül, hogy beharangoznák, nem hangozna lesz, hogy mese. Valaki elkezdene tréfásan beszélni, jó mesébe beletorkollana, észre se vennék, és kiderülne, hogy nagyon szeretik. Tehát az emberek a mesét sokkal jobban szeretik, mint arról fogalmuk van. A mesemondás egyre csak hódít egy végtébe. Hát ezelőtt mondjuk 3 évtizeddel még büntető térdeplésben volt a sarokban a mesemondás. Hát azt mondta volna valaki, egy tenyérjós, hogy nagy ünnepeknek főszereplője a mesemondás, meg hogy nyáron mesemondó táborok vannak, egyre többen képzik magukat, azt lekacagta volna mindenki. De mostanra már megérte. A mesének becsülete van, és Európa szerte, és Amerikában is nagyon. Ott is nyáron táborok, nem kevés, létesültek, és mindenféle rendű, rangú ember megy mesét tanulni. Keleten meg még olyan sok a mesemondó, hogy ott még minek a tábor. Táborok ott vannak, ahol vész van, s fogyatkozik valami. A rendezvényen Villányi Péter néprajzkutató egy mai magyar falu prózai népköltészetet címmel írt tanulmányát hallgathatta a közönség, de szó volt a mese éltető erejéről, az érzékenyítő mesék világáról, valamint más gyakorlatorientált előadásokon is részt vehettek az érdeklődők. Lesznek jó gyakorlatok, tehát itt két
nyíregyházi óvodából is olyan tanító és óvodapedagógus sikerült megnyernünk az ügynek, akik kimondottan a szakmai részét akarják a gyerekek, az élőszavas mesemondásról lesz szó, és minden olyan témáról, ami egy kicsit azt örültünk volna a több külsősön, tehát akár felnőtt szülők, fiatalok, de hát ugye ez most délelőtt van ez a konferencia, ami azt erősíti meg a fiatalokban, de hát ha majd a média segít, hogy mennyire fontos a gyerekeinknek élő szóval, nem muszáj mesét olvasni, de meséljünk a gyerekeknek, nem adják vissza a tévé vagy bármilyen más kommunikációs eszköz az, hogy mi közvetlen környezetben vagyunk a saját gyerekünkkel vagy az unokánkkal is, mesélünk neki. A meghallgatott mese pozitívan hat a gyermekek fantáziájára, amikor találkoznak a különböző szereplők jellemével, tulajdonságaival, az érzelmi intelligenciájuk is fejlődik. A mese óriási hatással van a gyermekre, ez bizonyítja a mai kis előadónk is, Fintor Marci, aki mesélt itt nekünk, hiszen új színekkel gazdagítja a látásmódját ugye a meséknek. Nógrádi Gábor, hogyan neveljük le magunkat a félelemről? Olvastam, hogy vannak emberek, akik sohasem félnek semmitől. Hát ilyen vagyok én. Nem azért, mert olyan bátor vagyok, mint a veszett kutya, hanem mert átneveltem magam. Ja, a pedagógia csodákat művel. Persze, nem az iskolában, mert ott nincsenek csodák. Gyerekkoromban annyira féltem a sötéttől, hogy nyitott szemmel aludtam. Látnom kellett, ha jön egy kísértet, hogy rögtön tudjak üvölteni. Nem kellett sokat várni. Amint anyám lekapcsolta a villanyt, és kiment a szobából, már üvöltöttem is. A mamám visszajött, és megkérdezte, vajon megőrültem-e? Mondtam neki, nem őrültem meg, csak az ablak előtt áll egy kísértet, és integet. Mondta a mamám, az nem kísértet, hanem a függöny, amit mozgat a húzat. Igen, mondtam neki, most függöny, de az előbb kísértet volt. Most mit csináljak veled? Kérdezte anyám, mire mondtam, hogy hagyja égve a villanyt. Így tett. Fénynyárban úszott a szoba. Végre nyugodtan aludhattam reggelig. Akkoriban villanyszámlára gyűjtöttünk. Persze, nappal sem volt sokkal könnyebb, ha anyám elment vásárolni, és nekem otthon kellett maradni. Mindjárt jövök, mondta. Csak leszaladok a boltba. Jó, mondtam, mert szófogadó gyerek voltam. Aztán elkezdtem ordítani, ahogy a torkomon kifért. Most mi bajod? Hasalt a szőnyegre anyám ilyettében. Valaki be fog jönni, zokogtam, és rémülten merezgettem a szemem az ajtóra. Persze, hogy be fog jönni, tápászkodott fel anyám, és láttam rajta, hogy tiszta ideg. Én fogok bejönni 10 perc múlva, addig pedig be lesz zárva az ajtó. De a szörnynek van kulcsa! Zokogtam tovább, és belekapaszkodtam anyám szoknyájába. Honnan volna a szörnynek kulcsa? Képett el anyám, és visszaúszta a szoknyáját. Csináltatta a lakatosnál? Üvöltöttem, mert már akkor is annyi eszem volt, mint másnak. És ha kapsz egy szelet csokit, akkor itt maradsz? Kérdezte anyám, mert ő is tudott nevelni. Így aztán csokit majszolgattam, amíg anyám elment elért. Nem is volt semmi baj, amíg meg nem hallottam azt a rémisztő neszezést. A kulcs halkan megcsikordult a zárban. A szívverésem megállt. A szörny! A kilincs lefelé mozdult. Az ajtó hangtalanul kinyílt. Valaki lassan óvakodott befelé. De akkor már az ágy alatt feküdtem, és ordítottam, mint a fába szorult féreg. Mi van már megint? Sóhajtott anyám, és becsukta az ajtót. Mindezt csak azért meséltem el nektek, hogy lássátok, valamikor én is féltem, de hosszú, szívós munkával és válogatott nevelési módszerekkel legyőztem ezt a félelmemet a sötétségtől, a magánytól, a kísértetektől, meg stb. Ma már csukos szemmel alszom éjszaka, és akár az összes családtagom elmehet tejért a boltba. Nem kell a csoki. Azt kérdezitek, hogyan öntöttem magamba ilyen halálmegvető bátorságot? Egyszerű. Felnőttem.
Tulajdonképpen minden kultúrában jelen van a mese, és nem véletlenül, mert az emberi létszükséglet, a emberi léleknek alapvető szükséglete a mese. És tulajdonképpen arra keressük mindig a választ, hogy megtaláljuk a helyünket a világban, és értsük a céljainkat, és erre tanít meg bennünket tulajdonképpen a mese. A Nyíregyházi Egyetemen tartott program célja a magyar nép és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása és népszerűsítése. Ennek ez a vége, okosan tegyétek a jégre, csak el ne csúszhatok vele. Stúdióban már vendégünk Márton Nóri, akit többször láthattak a nézők Darcyval, ezúttal viszont Deltával érkezett, szinte egyenesen Franciaországból egy versenyről. Sziasztok, jó estét! Adjunk hangot akkor Deltának is. Én azt gondolom, hogy ő hihetetlenül figyel ránk, és azt is tudja, hogy a zsebedben van egy kis jutifali, ugye? Igen. Akkor ő kiköveteli azt, amit nagyon szeretne. Na, akkor mesélj egy picit erről a versenyről. Nagyon-nagyon jól teljesített Delta. Annyit kell tudni, ugye, hogy itt minden kategóriában minimum 70%-ot el kell érni, és hát neki ezek szerint sikerült. Így igaz. Tehát ez egy Franciaországban megrendezett francia pásztoroknak kitalált világbajnokság volt, ahol több kategóriában is indulhattak a kutyák. Mi IGP 1-es kategóriában indultunk, ami három fázisból áll, ez a nyomkövetés, engedelmes őrzővédő, és minden egyes fázist külön pontoznak, maximum 100 pontot lehet elérni, és minden egyes fázisban a minimum 70 pontot el kell, hogy érje a kutya, különben helyezést nem érhet el. Hogy kerültetek egyáltalán ide, mert ugye nyilván ide is csak a legjobbak érkezhetnek? Hát mi erre vásároltuk kifejezetten 4 évvel ezelőtt ezt a kutyát, ő egy Csehországból importált kislány, és kifejezetten erre a célra lett tenyésztve, mi erre vásároltuk, és 8-7-es kora óta erre készítettük. Aztán most 4 év után láttuk azt, hogy végre elértünk arra a szintre, hogy eredményesen akár szerepelhetünk egy ilyen nagy világbajnokságon, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk magunkat, és hát a kutya az sikeresen teljesítette is az elég gördülő akadályokat. Mesélj egy picit Deltáról, amikor behoztad a stúdióba, akkor azt láttuk, hogy hihetetlen energikus, nagy testű, a operatőr kollégám szerint, vagy a szerkesztő kolléganőm szerint nehezebb, mint te magad. Ő hány kilót nyom? Ő versenysúlya 33 kiló, most lehet, hogy egy kicsit ducibb, de egyébként úgy 30-33 kiló körül szokott lenni. Igen, nagyon aktív, és nagyon-nagyon szereti az embereket, illetve ő egy borzasztóan vidám kutya, és állandóan mosolyog szinte. És a fajtáját tekintve ő milyen? Ő egy bosseron fajtájú kutya, vagyis francia pásztor kutya, ugye így is szoktuk hívni, de velőlük van hosszabb szőrű is, meg rövidebb is, meg kisebb, nagyobb. Ez egy gyűjtőnév, de egyébként ő a bosseron változat. Tehát most itt ezen a világversenyen mindenki Deltához hasonló kutyussal érkezett? Igen. Igen, hasonlóak voltak, meg természetesen voltak a különböző szőr színváltozatok, de nagyon jó volt látni ennyi ugyanígy kinéző kutyát együtt, nagyon látványos volt. És mit szól Delta az ennyi hasonló kutyához? Egyáltalán hogy viselkednek mondjuk egy ilyen versenyen egymással a kutyusok? Bár gondolom, hogy nagyon kell koncentrálni, és nem lehet, hogy ők csak ott haverkodnak a verseny során. Nem, teljes mértékben közömbösnek kell lenniük, tehát például egy agresszív viselkedés más kutyákkal az azonnal diszkvalifikációhoz vezet, úgyhogy abszolút figyelmen kívül kell hagyni a többi kutyát. Természetesen, ha ismerősök, akkor a verseny végeztével jutalmul barátkozhatnak, bandázhatnak, de egyébként a közömbösség az elvárt. Ugyanolyan teljesítményt nyújtott mind a három kategóriában, vagy egyáltalán számítottatok-e ilyen eredményre? Hát reménykedtünk, hogy sikerül, de egyébként nem hozta ki magából a legtöbbet, mivel nagyon meleg volt. Úgyhogy ez kicsit megnyomta, de nem csak az ő, hanem az összes többi kutya teljesítményét is. Így végül a korábbra kerülő őrzővédő ágazatban sikerült neki a legjobban megmutatni, hogy igazából mit tud. Ugye itt magának a kutyának a küllemét nem pontozzák, tehát az, hogy ő most versenysúlyban van, vagy egy picit ducibb, az esztétikai szempontból nem sokat jelent, de mondjuk 1-2-3 plusz kiló az nagyon negatívan befolyásolja a verseny eredményét?
Olyan téren igen, hogy pontosan ezt a nagy meleget meg fizikai fárasztást nem bírják úgy a kutyák, és esetleg ez látszódhat a teljesítményükön. Itt lehet hátránya nagyobb testsúly, úgyhogy ezért szoktunk erre figyelni. Ezt a felesleges pár dekát ezt verseny után szedte fel. Rá lehet erre maximálisan készülni? Tehát minden esetben tudjátok, hogy milyen jellegű feladatokat kell gyakorolni, vagy azért ott is vannak meglepetés feladatok a versenyen? Hát ez egy előre megírt koreográfia, úgymond, mint egy tánc, de ennek ellenére meglepetések mindig adódnak már csak abból is, hogy ugye élő lényekkel dolgozunk, és akár nekik is lehet rossz napjuk, de abból is sok meglepetés adódhat, hogy a pályát mi előre nem ismerjük, hogy éppen hol milyen molinók vagy bólyák vannak kitéve segítségül, és ez zavarhatja meg a kutyákat. Sokan úgy gondolják, hogy ha egy kutya mondjuk versenyekre van felkészítve, akkor szegénynek nincs is kutya élete, tehát kb. Mondjuk, mintha párhuzamot vonnánk azzal, hogy az a gyerek, aki mondjuk versenyszerűen úszik, annak szegénynek a gyerekkora az tulajdonképpen megy a levesbe vagy a medencébe. Erősíts meg ebbe, vagy cáfolj meg. Ő azért ugyanolyan önfelett kutya életet él, mint azok a társai, akinek semmiféle ilyen verseny szituáció nincs az életében? Erre azt tudom mondani, hogy szerintem még jobb kutya életet élnek ezek a habitusú, vagy ezekre a munkára használt kutyák. Pontosan azért, mert tőlük elvárunk egy nagyon magasfokú, engedelmes, koncentrált munkát a pályán, és ezt a való életben nem tudjuk, mert akkor sehol nem tudná kiadni ezt a rengeteg energiáját. Úgyhogy ő teljes mértékben családi kutya is, és otthon, amikor nem versenyre készülünk, akkor túrázni jár velünk, éttermekbe, sokat sétálunk, játszunk, tehát nekik abszolút szükségük van arra, hogy kutyák lehessenek. Igen, ugye hál' Istennek nagyon sok kutyabarát hely van, vagy kutyabarát szálloda, tehát nem kell lemondani a kutyusról akkor se, amikor mondjuk a gazdi pihen. Hogy tervezitek az ő jövőjét, mondjuk meddig versenyezhethető, vagy egyáltalán szóba jöhet-e az, hogy egy ilyen kiváló adottságokkal rendelkező kutyát mondjuk tenyészetek, vagy annak azért vannak mondjuk határai, korlátai, hogy lesz ez a Delta esetében? Hát Deltának már van is egy alomnyi kölyke, pontosan azért, mert ő a világbajnokság előtt vizsgákon is, hazai versenyeken is bizonyította, hogy igenis tenyésztésre méltó kutya. Úgyhogy a jövőben szeretnénk egy magasabb szinten megint kijutni a világbajnokságra, ott remélhetőleg megint eredményesen teljesíteni, és esetleg még kiskutyákat betervezni, hogyha minden jól alakul. És ha hát általában olyan 7 éves korig lehet ezeket a kutyákat, 7-8 éves korig, amíg fizikailag bírják versenyeztetni, úgyhogy ezt szeretnénk kitolni mindenféleképpen. Azt látom, hogy nagyon kitartó, és nem tudom, hogy kap-e folyamatosan jutifalatokat, vagy a kezedet nyalta teljesen tisztára. Kap is közben, de egyébként nyalogatja az utolsó ízt is lenyalja. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi pedig könyvtári napokkal megyünk tovább. Az Országos Könyvtári Napok programsorozat első napja egybeesett a Magyar Népmese napjával. Ennek alkalmából a magyar népmesei tradícióból kaphattak kiszelítőt a diákok Nyíregyházán. Mennek, mendegélnek, elérnek egy szép erdőt, és benne egy kicsi házikót. Rendhagyó percek, amikor a könyvtárigazgató mesél a diákoknak tanítási időben. Immár 18. éve hagyomány, hogy október első hetében rendezik meg az Országos Könyvtári Napokat. Mivel a Népmese napja szeptember 30-a egybeesik a programsorozat első napjával, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban ezen a napon a meséjé volt a főszerep. Mi hiszünk abba, és a könyvtárunknak az a célja, hogy megadjuk minél több gyereknek a mesemondás és a mesélés élményét. A héten hagyományos programokkal várjuk az érdeklődőket, ingyenes beiratkozás, amnestia, garázsvásár, és egy számtalan program a városba. Több mint 40 programunk lesz, nem csak itt a központi könyvtárunkban, hanem valamennyi fiók könyvtárunkban, de a vármegye szerte szervezzük a programokat, a legkisebb településre is visszük a kulturális eseményeket, és szervezzük a programokat. Lesz kiállítás megnyitó, könyvbemutató, író-olvasó találkozó. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy icili-picili házacska.
Szintén hagyománynak számít már a Vármegyei Könyvtárban, hogy évről évre meghívnak egy-egy közszereplőt, mondja el kedvenc meséjét a gyerekeknek. Ezúttal Nagy Szabina nyíregyházi önkormányzati képviselő mellett Baracsi Endre, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye közgyűlésének alelnöke osztotta meg a diákokkal egyik kedvenc történetét. A tavalyi évben, amikor itt voltam a népmese napján, akkor valóban egy olyan történetet mondtam el, ami az én életemben történt meg, és azt próbáltam egy kicsit ilyen meseszerűen átadni a gyerekeknek. És azért érdekes a népmese, mert valóban így is keletkeznek, hiszen valóban olyan történetek öltöttek formát népmesei alakban, amely a régi korban, az örökségünkben megtörténtek, és ezek váltak úgymond a magyar léleknek a részévé, és azt hiszem, hogy a magyar népmese az pontosan ezt szimbolizálja. Örökségből fakadóan, valóban néha tanító jelleggel, néha oktató jelleggel, néha pedig figyelmeztető jelleggel mesél el olyan történeteket, amelyek valóban ott vannak a néplélekben, és amelyek azt szolgálják, hogy egyrészt örökséget mentsünk át, másrészt pedig azért valóban legyen egy olyan közösségformáló élmény, egy olyan közösséget erősítő szál, amely úgy gondolom, hogy a népmesének valóban szerepe is és feladata volt. A megkérdezett diákok körében népszerűek a magyar népmese hősök. Nekem a magyar népmeséik a kedvenceim, és hát az összeset szeretem. Van olyan történet, ami néha eszedbe szokott jutni, hogy aha, na én is majd olyan okos leszek, olyan bátor, mint az a főhős. Vannak-e számodra különösen fontos figurák? Nem annyira. Pókember, vasember, Amerika kapitány, Hulk. És számodra ők fontos példaképek egyébként? Hát szoktam őket nézni tévékbe. És vannak szerinted olyan magyar népmesei hősök, akik legalább ilyen erősek mondjuk, mint Hulk vagy Pókember? Nem. De mikor a medve meglátta a csillag szemét, a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott, s dehogy ismerte volna bántani. Nagy Szabina meséjét a csillagszemű juhászról egy másik különleges képességekkel rendelkező hős Vas Laci története követte, ezt Kácsor Ignác Gabriella múzeumpedagógus mesemondó tolmácsolásában ismerhették meg a gyerekek. Ha, Vas Laci azért bátor volt, nem hiába kapta ezt a nevet. Na, már 15-16 évesen az izmai is kifelé bűlettek, hiába ilyen gyors volt az ingje, azok így türemkedtek felfele, olyan bátran indult el, amíg fütyörészett is. Na aztán, hogy mentegélt előre fele, sűrű sötét erdőbe, tisztáson volt egy kis világ, ott volt egy öregasszony, azt ilyen picike ágakat, rözsét szedett volna a hátára, de nem bírta azt felszedni. Ha oda ment Vas Laci, már fel is rakta a hátára. Na, azt akkor megint mondja az öregasszony, már ez az volt még az előbb, hogy jó tett helyében, jót vágy. Azt mondja, én tudom, hogy te hova mentél, keresed a testvéreidet, dobbantok egyet. Azt akkor ne, ott lett egy vasládika. Azt mondja, ez a vasládika éppek oda fog téged repíteni, ahol neked meg kell találni a testvéreidet. Hát, mondta Laci, ennél se kell nekem több. Belejut a vasládikába, elnyelte a föld. 7 nap, 7 éjszaka, ment lefele, azt egyszer csak megérkezett az alvilágba. Amúgy megérkezett, na még a vasládika meg is szólította. Kiszállást, na megérkeztünk. Azt Laci nagy bátran kiszállt, elindult, azt ott állt előtt egy óriási nagy folyó. Hát azon ő meg nem tudott átmenni. Hát azért bármilyen erősen duzzadtak az izmok, kicsit elpityogta magát. Azt a vasládika ne, az a láda, az meg megsajnálta. Azt mondja, gyere, üljél már, azt áttűztek a másik oldalra. Így is lett. Utána a vasládika eltűnt. Laci meg, te, hát ekkora kerek szemmel nézett maga elé. Kacsa lábon forgó palota ott állt előtte. Éppek ne el se hiszed, a 7 fejű sárkánynak az otthona volt. Azt ahogy már megyen oda, az a kacsalábon forgó palota, te olyan gyorsan forgott, hogy már kezdett így egy kicsikét ne így megszédülni. Na azt akkor elővette az erősebbiket, a jobb kezét. Így a mutató ujja kijött onnan az ökléből, azt éppen csak a kacsalábon forgó palotának a sarkához nem tette a kezét, azt a forgás már meg is szűnt.
Fogta, felment a lépcsőn, azt a legkisebbik nénjet, a tát karokkal várta ottan. Megölelte, azt mondta is már neki, jaj, te mit keresel itt lelkem, virágom? Hát te ott jársz, ahol még a madárnak se szabad szállani. Oda, azt mondja, oda járok én. Hát jöttelek megmenteni, jaj, tehát jön már mindjárt az a hétfejű sárkány, szíjjel vág, szíjjel aprít téged, nyomodat se fogja senki találni. Na majd azt meglátjuk. Azt így is volt. Azt mondja, hozzá csak fel a pincéből a sárkánynak szánt borból. Hát csak egy keveset, na ennyi kép, az nem olyan sok. Megitta, még jobban düllette kifele azok az izmok, te. Azt egyszer csak pincs, egy nagy buzogány. Dobja a sárkány a buzogányt hazafelé, azzal mindig így jeleztem, hogyha éppen érkezik. Hát ha nem vett elő a telefonját, az küldte el a messenger üzenetet, hogy csaukolom ki, drága feleségem, érkezek. Püff, egy buzogány, azt mindenki tudta a dolgát. Na de Laci, megfogta a buzogányt, megpördítette, püff, vissza. Éppen a hétfejű sárkány sarkantyújának a sarkánál állott meg a buzogány. Na, azt gondolt egyet. Ki az, aki olyan erős, vagy még erősebb, hogy az én buzogányomat megbírja emelni? Azt megfogta, azt szaladott te. Már ott is termed. Hé, te koma! Hát te mit keresel itt? Én meg fogom menteni a nénémet. Na, azt majd meglássuk. Hát már Lackónak éppen fájherzett a kis pajusza, azt egy kicsit megpödörte, azt elkezdtek vacsorálni. Vasból készült kenyeret, vagy viskával vágták szélte széjjel. Ahogy ette a hétfajú sárkány a vas cipót, úgy ette Vas Laci is. Na azt utána te, gyere, menjünk birokra. Így is volt. Kimentek a ház elé. Megfogja a hétfajú sárkány Lackót. Pütte bele a földbe, egészen térdig. Lackó meg, kinyomja magát. Megfogja a hétfajú sárkány, már jó kicsit széjjel kellett azt a kezet tárni. Püf, az is te! Bele térdik, egészen a földig. Sárkány kinyomja magát, megfogja a Lackót, megperdíti, belenyomja egész derékig a földbe. Hát te, az meg csak így simán úgy kinyomta magát. Megfogja a sárkányt, belevágja a földig, de már nem derékig vágta te. Egész a válláig. Azt akkor elővette azt a vitézséget. Na mi volt az a vitézség? A kardját elővette. Azt fogta, pif egyik oldalról, elcsúnyítással. Mind az összes hétfejét levágta. Jó, hát ott nagy öröm, megölelték a nényével egymást. Azt már indult volna Lackó, hogy vigye ahhoz a vasládához, vagy mihez. Azt mondja, te, hát itt van a Beretva híd, én ezen átmenni nem tudok, fenn a szíjjel vágja a lábamat. Egyet se félj! Oda ment, azt a sárkánynak itta egészen a hátáról egy darabot levágott, azt a sárkány bőrt leterítette a Beretva hídra, azt átsétáltak. Na, beletette a vasládikába, a nénye már ment is felfelé. A 28 fejű sárkány legyőzése után a gyerekeket népi hangszeres és színi előadás várta, a felnőttek számára pedig további számos előadással, garázsvásárral, ingyenes beiratkozási lehetőséggel készülnek a szervezők. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a víkendet. Érkezik Posta György a ma kezdődött tokai születi napok kapcsán, valamint szó lesz a kutatók éjszakájáról, és maradjanak velünk. A Tokaj hegyaljai születi napok hazánk egyik legrégebbi születi eseménye. 1932 óta ünnepeljük valamilyen formában, idén például egy háromnapos rendezvénysorozattal, amely már ma délután elkezdődött, vendégünk Tokaj polgármestere Posta György, aki éppen át tudott szaladni erre a beszélgetésre. Szia, jó estét! Estét kívánok! Gondolom, hogy sokan várják azért magát a születet, illetve ilyenkor már több, mint latolgatás az, hogy milyen az idei születi termés, illetve milyen bor várható. Hát azt gondolom, hogy maga a termés ugye mindig összefügg azzal, hogy milyen az időjárás. Azért most már Tokaj hegyalja is megérzi azt, hogy ez a szélsőséges időjárásnak milyen hatása van a termésre, és elég korán elindult a szület Tokaj hegyalján. Mondhatni azt, hogy már egy része be is fejeződött. Igazából már csak az maradt kint, ami
abban bíznak a gazdák, hogy még lesz jó hosszú termés, de a többi szőlőt már mindent betakarítottak, és azt kell mondjam, van, aki már augusztusban elkezdte a szüretet, tehát ez az időjárás, ami most már jellemző Európára vagy Közép-Európára, ez mindenképpen kihat a szüretre is. Ezt mind majd a fogyasztó fogja eldönteni, hogy milyen hatása, jótékony vagy káros hatása van majd a végtermékre, a tokai borra. Én azt gondolom, az alapborokban, szárazborokban nem érződik még az a negatív hatás, amit egyébként Európában több helyen hallani, hogy a nagy szárazságnak milyen kellemetlen hatásai vannak a borvidékekre, illetve magára az elkészített borra. Igen, hiszen ugye a napsütéses órák száma azért az azt gondolom, hogy arra nem panaszkodhatunk, tehát igazán meleg volt a nyár, viszont csapadék valóban kevés volt. Bocsánat, és nem ilyen agrártémában szeretnék kérdezgetni, de például az öntözés, az nem jöhet szóba a szülőbirtokok esetében? Tokai hegy alján ezt ugye tiltják, hogy öntözéssel befolyásolják a szőlőnek a termését. Vannak olyan borvidékek, ahol ez megengedett, Tokaj-hegy alján ez nem megengedett. Ugye Tokaj-hegy alján maga az a páradús levegő, ami jó hatással van a szőlőre, ami ugye a Bozdog és a Tiszából is ugye előjön. Ezek azok a jótékony dolgok, amelyek ugye elősegítik a asszúnak a kialakulását. Ugye a mi esetünkben mindig az asszú a fő termék, annak azért nem tett jót ez a nagyon csapadék hiányos időszak. Most, hogy esik az eső, még ennek lehetnek majd jó hatásai az asszú termésre. Most már szerintem mindenki arra vár, hogy esetleg hogy alakul az asszú termés Tokaj hegy alján. Az alapboroknak való szőlőmennyiséget már szerintem mindenki leszületelte. A bor és a gasztronómia mellett ugye a kultúra is, a szlogenje például a Fesztivál Katlannak, tehát nagyon-nagyon sok turista érkezett ezen a nyáron is hozzátok. Most ezen a rendezvényen, ami a szüreti mulatságot jelenti, milyen jellegű műsorral, illetve programokkal várjátok az odaérkezőket? Hát azt kell mondjam, hogy a nyár nagyon jó számokat produkált Tokajban, rettentően megnőtt a vendégészakák száma. Persze ez kellett a két nagy szállod, ami megépült az elmúlt időszakban, és hát bizakodóak vagyunk abban, hogy a mai napon, illetve a holnapi napon, szombaton is reményeink szerint már jobb idő lesz, és rekordszámú látogatója lesz ennek a szüreti mulatságnak. Azt kell mondjam, hogy ugye Hegyalja egyik legrégebbi rendezvénye, és mindenképpen nem a tokai születi napokról van szó, hanem tokai hegyaljai születi napok, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert itt a 27 település is aktívan részt vesz ebben a születi napokban. Ugye ennek is van egy fő attrakciója, ugye szombaton a felvonulás, amiben a települések nagy részt ugye részt vesznek, illetve a településeknek a címerei mind felvonulnak. Azt kell mondjam, hogy több mint 300 felvonuló lesz majd, ami ugye kettőkor fog indulni Tokajban, lovasokkal, muzsikusokkal, tehát nagyon színes felvonulás is lesz, és hát lesz egy olyan esemény, ami azt bizonyítja, hogy a 27 település ugye összefog egy nemes cél érdekében, és ugye elkészül majd abból a szőlőmennyiségből, hogy jelképesen holnap átadunk a színpadon, vagy összeöntünk a színpadon a 27 hegyalji település, ebből fog majd elkészülni az a bor különlegesség, ami azt a nevet viseli, hogy Tokaj hegyaljai polgármesterek bora. Ez az esemény is azt gondolom egy ritka esemény, mert nagyon kevés olyan borvidék van, ahol egy ilyen színes eseménnyel fűszerezik a születi napokat. Erre mi nagyon büszkék vagyunk Hegyalján, hogy ez a 27 település összefog, oda kiáll a 27 polgármester, és hirdeti azt az egységet, ami már egyre kevésbé jelenik meg, és méltóan vagyunk büszkék arra, hogy ezt 1932-től ezt a hagyományt őrizzük, és ez a születi felvonulás utáni esemény pedig ugye már több mint 10 éves, és reményem szerint ez is nagyon sok látogatót fog Tokajba hozni. Ugye ezek limitált kiadású borok, de akkor neked mind a 10 megvan esetleg? Hát mióta én polgármester vagyok, azóta ugye mind megvan, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy ez az esemény ugye Tokajban is elkészült, mert ugye 2002-től indult el ez a kezdeményezés, amikor világörökségi címet kapott, ugye 27 település lett Tokaj hegyalja, azóta ugye összeadják a polgármesterek ezt a szőlőmennyiséget, és ebből elkészül a bor, és azt hiszem, hogy ez van egyedülálló
attrakció, ezt én már turisztika attrakciónak is nevezem, ami tényleg a világon egyedülálló, és szerintem csak mi tokajai polgármesterek büszkekedhetünk azzal, hogy ilyen ajándékot adunk azoknak a vendégeknek, akik hozzánk látogatnak. Hát nagyon bízunk benne, hogy csodálatos idő alakul még ki, de ha mégsem, azért vannak nyitott pincészetek, természetesen ugye nagyon-nagyon sok vendéglátóipari egység, nem csak Tokajban, hanem Tokaj hegy alján, és valóban, ahogy említetted, ez az összefogás azért is nagyon fontos, mert tényleg annyira népszerű lett a hely, hogy lehet, hogy valaki éppen nem Tokajban, hanem Bodrogkeresztúron, vagy akárhol máshol Tarcalon foglal majd szállást, és amikor az ember egy ilyen csodálatos őszi, vagy akár nyári napon átutazik ezen a térségen, tényleg van egy ilyen kis a Provence hangulata, nem beszélve a különböző fesztiválokról, amikor valóban meg lehet ízlelni a borokat, de hát olyan zenei vagy kulturális élményekben is van az embernek része, hogy az igazándiból azt tudja, ugye, aki legalább egyszer már kipróbálja, úgyhogy erre buzdítjuk a nézőket. Ezzel, hogy megtörténik majd a szüret, és egy kicsit már a térre hangulódik, illetve a kis őszre maga a város, illetve Tokaj hegyalja, téli álmot alszik majd, vagy azért télen is várjátok majd a látogatókat? Én azt gondolom, hogy ez a vidék az arról híres, hogy mindegy, hogy milyen időszak van, vagy milyen évszak van, mindig megvan az évszakra jellemző hangulata Tokaj hegyalján, Tokajnak, és azt hiszem, hogy az a hangulat az bármikor megragadhatja az ide látogatót, tehát én nem gondolnám, hogy most emiatt, mert szület van, emiatt kell elsősorban Tokajhegyaljára vagy Tokajban jönni, hanem egyébként is az a hangulat, ami jellemzi ezt a vidéket, azok a csodálatos természeti értékek, építészeti értékek, és hát nem beszélve a tokai borról, ez ugye állandóan oda csalhatja az embereket, és hát arra biztatok mindenkit, hogy azon túl, hogy holnap jöjjenek és nézzék meg, a fesztivál Katlanban lesz egyébként ez az esemény, mert ugye a Tokaj belvárosában egy hatalmas beruházás zajlik, és nem teszi lehetővé, hogy ezt ott tartsuk meg, de a fesztivál Katlanban is szerintem egy nagyon jó hangulatot próbálunk teremteni, és hát maga a felvonulás reményem szerint oda fogja csalni az embereket, és mindenképpen egy jó hangulatú, és olyan esemény lesz, ami elviszi majd ennek a régiónak, Tokajnak a jó hírét. Hát köszönjük szépen, és mint házigazdát most visszaengedünk akkor a városodba. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves vendégek, kedves nézők, mi pedig a Nyíregyházi Egyetemen folytatjuk majd a víkendet, ahol ismét megrendezték a kutatók éjszakáját, ezúttal is tudományos ismeretterjesztő és egyben szórakoztató programok várták az érdeklődőket. Pinteken várta az érdeklődőket a Kutatók éjszakája elnevezésű programsorozat a Nyíregyházi Egyetemen is. Teljes nevén az Európai Kutatók éjszakája minden évben szeptember utolsó péntekén látogatható. A kezdeményezés célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele a fiatalok számára. Európában 2005-ben indult, 2006 óta pedig Magyarországon is minden évben megrendezik ezt a nyílt napot. Kihívás, amit az Z-generáció ad az oktatásban, és adottosabb a kutatásban is, hiszen egy teljesen másképp gondolkodó generációról beszélünk, akiknek a figyelmét talán sokkal nehezebb lekötni, még rövid időre is, mint a korábbi generációk figyelmét. Ezért is szeretnénk élményalapú programokat nyújtani a mai nap során, ezért is igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekbe be lehet kapcsolódni, interaktív módon lehet részeseivé válni az adott programnak, és valóban reményeink szerint sok fiatal fejében megfogalmazódik az a gondolat, hogy minimum felsőoktatási tanulmányokat fog folytatni, de aztán lehetőség szerint a kutatási területen is majd valamilyen munkát fog végezni. Valamilyen paraméterekkel tudjuk-e jellemezni ezt a délutánt, ezt az estét, ezt az éjszakát? Tehát például hány fiatalnak van most lehetősége arra, hogy részt vegyen a szervezés keretében a programokon? A programok teljesen nyitottak, és azért bízunk abban, hogy a fiatalokon, az általános és középiskolásokon túl azért idősebb generációk is megfordulnak. Itt főként szülőként talán ez a leginkább jellemző, tehát abszolút nyitott programokról beszélünk. Bárki számára elérhetőek ezek a programok, akár több ezer gyerek is egyszerre részt vett a programon, hiszen az egyetem teljes kampuszán szétterülve találtok ezek a programok, tehát az A épületben, a B épületben, a C épületben, de még a kinti helyszíneken is, nagyon sok helyszínen. És ha valaki megnézte esetleg a program feladatot, akkor látható, hogy több tucat programelemről beszélünk.
Számtalan olyan kutatás zajlik a Nyíregyházi Egyetemen is, amelyek a mindennapokról szólnak, és a tudományokat népszerűsítő fesztiválon nem feltétlenül a tudományosság, hanem a népszerűsítés nyelvén szólnak a közönségnek. Mennyire tud párbeszéd kialakulni egy-egy ilyen alkalommal, amikor az érdeklődő, főként fiatalok, középiskolás vagy általános iskolás tanulók ülnek önnel szemben, és nem az egyetemi hallgatók? Mi nagyon örülünk neki, hogy érdeklődők a gyerekek, és teli van a terem, sokkal többen vannak, mint amire számítottunk, és lehet, hogy nem tetszett látni, de mi már most tapasztaltuk az első 3-4 kísérlet után, hogy mindig van jelentkező, aki részt akar venni a kísérletbe, vagy a válaszol azokra a kérdésekre, és többnyire jól, amiket fölteszünk a kísérleteknek az értelmezésekor. Ön hogy gondolja, vagy az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak, hogy a kutatók éjszakájának milyen hozadéka lehet? Lehet belőle arra számítani, hogy a későbbiekben akár ön oktatja majd azokat, akik itt ülnek most? Az egyik célunk ez, egyrészt a tudománynak a népszerűsítése, de amellett az, hogy hallgatókat próbáljunk magunknak toborozni, vagy ide csábítani hallgatókat, különböző, hát nyilván mivel én kémiás vagyok, a természettudományos szakokra, kémia, biológia, még a földrajz és fizika ide, tehát ilyenek vannak, akik egyébként utána már vannak olyan hallgatóink, akik ugyanezt csinálják általános iskolába, középiskolába, vagy eljönnek velünk ezekre az úgynevezett roadshow-kra, ahol bemutatjuk az egyetemet, és hát általában ez egy rendhagyó kémia óra keretében szokott történni. A gyerekek nagyon szeretnek kísérletezni, és a kollégiáimmal most is azt tűztük ki célul, hogy olyan kísérleteket mutatunk be, amiket ha utána megnéznek a YouTube-on, akkor utána otthon veszélytelenül a konyhába, a spájzba, a fürdőszobába található úgynevezett vegyszerekkel vagy anyagokkal meg tudnak ismételni. Elárulja nekem, ön miért választotta ezt az utat, a kémia, amivel és mikor csábította el önt? Én nagyon egyszerű dolog volt, mert kémia-biológia tagozatra jártam gimnáziumba, és egy biológia gyakorlaton le kellett volna egy békának a fejét vágni, és hát tőlem ez távol állt, és akkor a pattársam orvos lett, ő levágta a béka fejét, én meg vegyész lettem. Ön miért választotta ezt a pályát és ezeket a tantárgyakat? Nekem édesapám biológia tanár volt, ő hagyott bennem nagyon mély nyomokat, illetve nagyon jó pedagógusok oktattak engem is. Illetve ide jártam én is a Nyíregyházi Egyetemre, tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom. Az idei Kutatók Éjszakája programsorozat megnyitóját követően zsúfolásig megtelt a kémiai előadóterem. A Kisvárdai Katolikus Középiskola tanulói is elsőként ezen a programon vettek részt. Van-e már elképzelésed, Gréta, arról, hogy ha véget érnek a középiskolai évek, akkor hogyan tovább? És van-e köze ennek ahhoz, hogy most itt találkoztunk? Hát pontosan még nem tudom, de nagyon sok dolog érdekel, például a kémia, matematika, informatika. És ezekben mi tetszik neked, meg tudod mondani? Hát a kémiában talán az, hogy varázslatos, meg nagyon érdekes. A matekból, meg informatikából, meg robotversenyekre szoktunk járni, és azért. Van köze ehhez, hogy szereted ezeket a területeket, annak, hogy milyen tanáraid vannak? Igen, nagyon jó tanáraim vannak, nagyon jól tanítják ezeket a tantárgyakat, és nagyon szeretem őket. És hogyha ezek érdekelnek téged, akkor amit ma láttál, az hozzátett ehhez, hogy megerősítse benned, vagy milyen volt? Igen, eddig nagyon szuper volt, nekem nagyon tetszettek ilyen kísérleteket láthattam eddig, meg nagyon kíváncsi leszek a nap további részeire. És hova mész még? Ha jól emlékszem, egy szoció quiz, ez az egyiknek a neve, a másik pedig a mentőtiszt hallgatókkal ilyen beszélgetés, de nagyon sok más program is érdekel, csak sajnos azok egy időben voltak.
A több tucat előadás és bemutató foglalkozás érintette a természettudományokat, a műszaki, bölcsész és gazdaságtudományokat is, de egészségvédelemmel és sporttal kapcsolatos programok is szerepeltek a kínálatban. Van egy általános ismeret ebben a egészséges táplálkozás témakörben, hogy alapvetően mire kell odafigyelni, hogy annyi energiát fogyasszon valaki, amennyire teste szükséges számára, illetve hogy minőségi táplálkozás meglegyen, nem a drága élelmiszerekre gondolok, hanem azokra, amelyekkel vitaminok, amelyek biztosítják számára a vitaminokat, a rostokat, ásványi anyagokat, szóval, hogy minőségileg el legyen látva az ember szervezete. Egyrészt ilyen általános információkat kap az érdeklődő itt, másrészt pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy mennyire oda kell figyelni az élelmiszerek sajátságaira, hiszen a címkéből, a dizájnból nem lehet rögtön látni, hogy mivel is állunk szembe. Gondoljunk itt például olyan gyümölcslevekre, amire csak az ízesítés egy ábra mutatja, hogy az barackos, vagy narancsos, vagy körtés, de nem tudjuk, hogy mennyi a gyümölcs tartalom benne. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy olvassák a címkét az emberek, legyenek tisztában vele, hogy mennyi az egészséges élelmiszer partikulum egy adott összetett élelmiszerben. Miért lehetséges az, hogy ez a kis szemléltetés megtörténik a kutatók éjszakájának keretében? Gondolom, hogy itt az oktatott tudományterületekből valamelyikhez ez szorosan kapcsolódik. Igen, kapcsolódik. A technika tanárképzésben tanítjuk a hallgatóknak a táplálkozástant. Ez a kisgyermeknevelőknél is tananyag a táplálkozástant, tehát nagyon fontos, hogy már a korai életkorban a helyes táplálkozási szokást ki tudják alakítani, és nyilván a fiatal hallgatók, amikor már munkába állnak és a családot alapítanak, akkor ezt a szemléletet, ezt az egészségtudatos szemléletet tovább tudják vinni, tovább tudják adni a munkahelyükön, a családjukban, a környezetükben, ez egy felelősségvállalás. És másrésztről azért is fontos az egészségtudatosság, hogy mivel minél nagyobb az életkorunk, minél hosszabban élünk, fontos, hogy mennyi az egészségben eltöltött életéveknek a száma. És nyilván ez több tényezős, de az a táplálkozás is jelentős, 30%-kal járul hozzá az egészségi állapothoz, bizonyos betegségeknél pedig ugye kiegészítő terápiája a gyógyszeres kezelésnek. Tehát nagyon fontos, hogy jó életminőségünk legyen a táplálkozással, kevésbé betegedjünk meg, és hogy hát akkor így egy kicsit talán boldogabb életet tudunk élni. Hogyan lehet a holokausztot bemutatni a fiatalabb korosztálynak? Például az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjei segítségével. Ez következik most, stábunk a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnáziumban járt. Éres Feri, Arbeit Max Frey, a munkaszabaddá tesz, itt jöttek be. Ez eredetileg egy osztrák-magyar monarchiai laktanya volt, amit később kibővítettek. Először csak lengyel hadifoglyoknak, utána oroszokat is hoztak ide, és aztán később zsidókat. De ez a tábor annyira szűknek bizonyult egy idő után, hogy elkezdték felépíteni az Auschwitz II-t, illetve Birkenaut, ami egy sokkal nagyobb tábor volt, kapacitását illetően ezen a helyen olyan 20-30 ezer ember volt csúcsidőben, azon a területen viszont minimum 100 ezer ember volt, akkor, amikor 1944-ben a magyar zsidók deportálása is megtörtént, úgyhogy ez egy lényegesen nagyobb. Látszik, hogy itt kőépületek vannak, ez mondom eredetileg egy laktanya volt, viszont ott pedig már falbarakokat láthatunk. A tábor főbejáratánál látszik az úgynevezett halálkapu, ahova a vonatok érkeztek be, lehet látni, abból is lehet látni, hogy ez mennyivel nagyobb tábor, mint Auschwitz I, hogy ide már bejöttek a vonatok, és azért, hogy minél gyorsabban menjen az emberek eltüntetése, az emberek legyilkolása, ezért ide építettek 1944-ben, megépítették az úgynevezett magyar rámpát, mert ugye a legtöbb zsidó, aki meghalt, magyar származású volt, vagy magyar zsidó volt, és bejöttek ezen a halálkapun, ott azon a helyen szelektálták őket, amit ott lehet látni, és körülbelül az érkezetteknek a 75%-át két órán belül elgázosították. Tehát őket elvitték a krematóriumokba, volt négy nagy krematórium, és ott rögtön vitték őket a gázba, aztán pedig elégették őket,
azt a 20-30%-ot, akit munkára képesnek ítéltek, tehát az általában 16 év fölöttiek és a 45 év alattiak voltak, és jó egészségnek örvendők, őket elvitték a szaunába, ahogy nevezték a fertőtlenítő helyet, ott leborotválták őket, megkapták a számukat, tetoválták őket, aztán eltették őket oda előre a karanténbarakba, hogy nehogy valami betegséget bevigyenek a táborba, mintha egyébként annyira egészségesek lettek volna ott a viszonyok, és akkor utána őket gyakorlatilag halálra dolgoztatták. Ugyanis azt kevesen tudják, hogy az auschwitzi táborkomplexum az kb. 45 táborból állt. Ezek közül most eddig kettőről beszéltünk, meg ez a makett, ez két tábor mutat, de volt például a Monowici gyár innen 6 kilométerre, Birkenautól, ahol az IG Farben nevű német cég szintetikus gumit állított elő, illetve benzint, gázolajat próbáltak előállítani, és amúgy el kell, hogy mondjam, hogy 60 millió márkát termeltek. Akkori német birodalmi márkát, ami körülbelül olyan 200 millió eurónak felel meg. Tehát ez óriási haszonnal járt a német birodalom számára, és közben ezen a helyen olyan 1 millió 300 ezer ember gyilkoltak le. Ezek alatt az évek alatt, amíg ez a tábor működött. Gulyás Csaba, a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnázium történelem tanára mutatja be az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjeinek segítségével a holokauszt eseményeit és annak szélesebb kontextusát. A kedden nyílt kiállítás célja, hogy az Z-generáció informális oktatás keretében szerezzen ismereteket a vészkorszakról. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy olyan fiatalokat akarnak nevelni, akik bátran kiállnak a jó mellett. A Bethlen iskolában, mint minden iskolának, minden gimnáziumnak azt gondolom, hogy egy alapvető feladata az, hogy ne csak oktasson, hanem nevelje is a diákokat, a jövő nemzedékét. És amikor a holokausztról beszélünk, akkor egy olyan történelmi eseményről van szó, amiről talán joggal mondhatjuk azt, hogy az emberi civilizációnak egy mélypontja. Amikor olyan dolgok történtek, ami máig felfoghatatlan, hogy miért is történhetett ez meg. És el lehet gondolkodni olyan alapvető értékekről, mint egymásnak a segítése, a tolerancia, az, hogy kiállunk egymás mellett, hogy hallatjuk a hangukat akkor, amikor üldöztetésben szenvednek az embertársaink. És ezek, hogy nem történtek meg, ez vezetett ahhoz a katasztrófához, ami 80 évvel ezelőtt történt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szembesüljenek a diákjaink azzal, és nem csak a mi diákjaink, hanem az ide látogató diákok azzal, hogy vajon hogyan élték meg annak a kornak az emberei, például a magyar polgárok, az, hogy ez az esemény ez megtörtént, hogyan élték meg az áldozatok, az üldözöttek, hogyan élték meg az elkövetők, a csendes szemlélők, az embermentőkben mi zajlott le, miért vállalták az embermentést. Tehát olyan alapvető és olyan fontos emberi értékeket tanulhatnak meg a diákok ezen keresztül, amik azt gondolom, hogy a mai kor emberének is nagyon fontosak. Az Európai Unió támogatásával létrejött kiállítást a látogatók diákok segítségével tekinthetik meg, akiket már felkészítettek a tárlatvezetésre. A viszonylag nagy méretű, több mint 30 négyzetméternyi maketteket összesen 18 városba viszik el a szervezők. A jövőben többek között Kassára, Kolozsvárra, Miskolcra, Szegedre, Szolnokra is ellátogatnak, az összes olyan nagyvárosba, amelyből a II. Világháború végén zsidókat deportáltak. Összesen egyébként három országba látogat el a makett, Magyarországon kívül még kettőbe, tehát ide tartozik Romániának ugye a nyugati része, tehát ez a volt történelmi Magyarország, Erdély, illetőleg a felvidék, amit mi felvidéknek hívunk. Azt gondoljuk, és alapvetően a tapasztalat ezt mutatja, hogy a megismerés és a tudás az, ami a toleranciához vezet, és a gyűlölködést alapvetően úgy lehet megszüntetni, hogyha a tényekkel, meg a történelemmel a mai fiatalság is tisztában van, és a felnövekvő generáció ennél fogva várhatóan toleránsabb lesz, és egy kicsit másképp fog viszonyulni ehhez a témához, mint eleink. Ahhoz, hogy a fiatalokat el tudjuk érni, mindenképpen olyan eszközök használata van szükség, amik megragadják a figyelmüket. A mai világban ez lehet egy olyasmi, amit mi használunk, tehát egy tárgy, egy nagyobb méretű tárgy, amit körbe lehet állni, szinte meg lehet fogni, de ugyanilyenek lehetnek közösségi média eszközök, amiket szintén használunk, tehát short, rövid videókat rakunk össze a kiállításokról, meg a makettről. Ugye ezek is olyan eszközök, amik a mai Z-generáció számára egy fogyasztható platformon kínálja a tudást. TikTokon, Facebookon, Instagramon, stb.
A megnyitón részt vett Hunyadi László Izrael tiszteletbeli konzulja, aki kiemelte, hogy ezekben a napokban is nagyon nagy megpróbáltatásokat él át Izrael. Egy évvel ezelőtt, 2023. október 7-én nagyon sok minden megváltozott Izraelben is. És ez a két évforduló nagyon is szervesen összefügg egymással, hiszen úgy mondhatjuk, hogy egy évvel ezelőtt egy akkora pogrom indult el Izrael ellen, ami 1944-ben, 43-ban, 42-ben, és mehetünk vissza, és nem csak évekkel, évtizedekkel, hanem sok-sok évtizeddel mehetünk vissza, ami a világban élő zsidóság megbélyegzésének volt a mutatója, az a rengeteg pogrom és áldozat, amelyet a zsidóságnak meg kellett élnie. És Am Israel Chai, ezt önök mindnyájan tudják, és ezzel együtt is Izrael él. Én tanárember, nagyon fontosnak tartom és érzem át azt, hogy a fiatalságnak van a lehetősége arra, hogy a megtanult, átélt, átérzett élményeket a jövőbe, a következő generációnak, leginkább jelenleg még majd a barátnőknek, barátoknak, majd a családnak, gyerekeknek továbbadják, hogy tényleg soha se történjen meg az, ami megtörtént 80 évvel ezelőtt. És igaza van, nagyon is igazat szavai igazgató úrnak, hogy ezekben a napokban, sőt ezekben az órákban is nagyon nagy megpróbáltatásokat él át Izrael, és mindenki úgy segít ezen az országon és a népén, ahogyan tud. Ebben a környezetben biztos nem messze menő gondolat, ha azt mondom, hogy imádkozással és együttérzéssel a további fiatalok iránt, akik még nem tudták elkezdeni Izraelben az iskolát. És a szüleik iránti érzett jó együttérző gondolatokkal, és mindenki adja azt a szívéből, ami benne van, és akkor már hozzátett a mindenki a saját maga érzéseiből, hozzátett a jövő számára. Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a mai kor fiataljainak ismerniük kell a történelmi tényeket és az objektív igazságot. Kedves nézőink, sajnos ennyi fért a mai weekendbe. Tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban, újabb érdekes és színes témákkal jövünk majd. Én már a búcsúzom, köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is, és nagyon kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok önöknek, viszontlátásra!